Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelekció műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Kettős győzelemmel jutott az elődöntőbe a Nyíregyháza Blue Sharks. 5 játszmás mérkőzésen kapott ki a Vasastól a Fátú Nyíregyháza. Tisza Kécskén sorozatban 7. meccsén maradt veretlen a Spari. A cél, hogy minden fiatal mozogjon, mondta az úszószövetség elnöke. A válogatott keretekben 18 atléta képviseli a nyíregyházi színeket. Hazai pályán szenvedett vereséget az Ajkától az NKS. Két pontos győzelmet aratott Sziget-Szent Miklóson is beütött a legjobb négy közé a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák 86-84-re verték a BKG prímesét. Az elődöntőben a Veszprém lesz a nyíregyháziak ellenfele. Kemény mérkőzés volt, de úgy gondolom, hogy egy picit azt hitte a csapat, hogy könnyebb mérkőzést fog játszani, és az első félidő ennek tükrében zajlott. Egy picit keresgette a szakmai stáb azt, hogy melyik játékos lesz az, aki jó formát tud nyújtani, ezért az első félidőben már 10 játékos volt a pályán, viszont a második félidőre úgy gondolom, hogy olyan küzdeni tudással, vagy olyan szellemben jött ki a csapat, ami kellett a győzelemhez, és végre egy nagyon jó védekezést tudott produkálni, és szerintem ennek köszönhető az, hogy a második fél időt fölényesen meg tudtuk nyerni, amivel szűken a mérkőzést is. A Veszprém lesz a döntőbb jutásért az ellenfél, viszont meglehetősen sűrű időszak következik a csapat életében. Az elődöntő meccsé, úszas bajnoki döntő, éjjel-éjjel, külföldön, egyetemi bajnoki döntő, hogy néz ki a következő hetek program, mi az, ami már biztos? Nagyon sűrű, és nagyon jó lenne, ha tudnám én is, hogy hogyan néz ki ez a program, mert a Veszprémmel meg kell egyeznünk abban, hogy hogyan játszik a mérkőzéseket. Ehhez az U20-as döntő, az EIBL, illetve az érettségik nem segítenek. Mellette még ott van a főiskolás, ugye a főiskolás egyetemi bajnokságnak a döntője. Nem igazán tudom még megmondani, hogy hogyan lesznek a mérkőzések. Talán annyit, hogy az első az május 3-án lesz Veszprémben. De hát azt tudjuk, hogy a középiskolásainknak ez milyen terhet fog jelenteni, hiszen a Vasváriban aznap lenne a ballagás, illetve a ballagás az lesz, de nem tudjuk, hogy a mi játékosaink ott tudnak-e lenni, illetve Veszprémbe fognak utazni, holott hétfőn kezdődik az érettségi, ez egy nagyon nehéz feladat lesz. Közben pedig az EIBL döntőt is jó lenne beiktatni, az egy olyan rangos torna, amin nagyon jó lenne, ha ott tudnánk lenni. Meglátjuk, ki kell, hogy alakuljon a következő napokban ez a program. Ami viszont biztos, hogy ezen a héten csütörtöktől vasárnapig Szolnokon rendezik az U20-as döntőt, ahol ott a csapat. Ugye 4 A csoportos csapat utánpótlásra jutása és 4 B csoportos csapat utánpótlásra jutása. Milyen esélyekkel utazunk Szolnokra? Szeretném, ha azt mondhatnám, hogy jó esélyekkel, de nem nagyon tudom megmondani, hogy az A csoportos csapatok milyen játékerőt képviselnek. Hogyha azt megnézzük, hogy a mi csapatunknak is van U20-as kerettagja, akkor azt mondanám, hogy erőseknek kell lennünk, viszont az A csoportos csapatok azért mégiscsak, az A csoportos csapatokban játszó játékosok azért mégiscsak azon a szinten edzettek egész évben, és sokan játszanak ugye a felnőtt csapatokban. Nem tudom pontosan megmondani, hogy milyen játékerőt fognak ők szerepeltetni, illetve azért ott is zavaró egy picit az, hogy az A csoportos csapatoknak a középszakasz mérkőzéseire is kell készülni, tehát ott is megosztik a figyelem. Meglátjuk, az első mérkőzés után szerintem már többet fogunk tudni. Csütörtökön 15 órától a Szolnok csapatával fogunk játszani, ami ugye a Szolnoknak hazai pályát jelent, úgyhogy megküzdhetünk még egy plusz feladattal, de hát állunk elébe, és remélem, hogy jól fogunk teljesíteni. De azt hiszem, hogy mindenféleképpen szép teljesítmény az, hogy alapvetően, amiben a csapatunk elindult, mindenhol ott van a legjobb négy között. Visszatérve a felnőtt csapathoz, ugye, mint már említettük, négy között van a csapat, ezzel lehet azt mondani, hogy minimális célt elértük, mi lehet a vége? A vége az lehetne, hogy följussunk, de ehhez meg kell nyerni a bajnokságot, viszont ez egy nagyon nehéz kör lesz. Tudjuk, hogy az alapszakaszban milyen mérkőzéseket játszottunk ezekkel a csapatokkal, akik ott vannak a legjobb négy között. Ez egy nagyon nehéz futam lesz. Örülnék neki, hogyha sikerülne maximumot kihozni, meglátjuk, hogy alakulnak a találkozók. Nem szeretnék előre bármit találgatni. A Veszprém egy nagyon nehéz ellenfél, az alapszakaszban alig-alig szenvedett el vereséget. Jó lenne, hogyha itt a rájátszásban ennél egy picit többet kapnak itt.
Ismét ötjátszás mérkőzésen szenvedett vereséget a Vasasóbudától a Fátum Nyíregyháza. Orlósi László együttese az Extraliga döntőjének második mérkőzésén 3-2-re kapott ki a fővárosiaktól, akik így 2-0-ra vezetnek a három nyert mérkőzésig tartó párharcban. Nehéz értékelni ezt a mérkőzést, mert gyakorlatilag a koppintása volt az elsőnek, tehát tényleg ugyanúgy 2-1-re vezettünk. Én úgy mondom, hogy tényleg voltak olyan pillanatok, amikor el lehetett volna dönteni ezt a mérkőzést. De hát sajnos most erre lehet fogni, hogy ilyen a sport, tehát benne van az, hogy tényleg megint kicsúszott másodjára a kezünkből, pedig tényleg mindent megtettek a lányok. Ennek ellenére nagyon jó érzés volt, amikor mérkőzés után kint beszélgettem a szurkolókkal, hogy továbbra is bíznak a nyíregyházi emberek és a nyíregyházi szurkolók a csapatban, és tényleg ez most számomra egy nagyon pozitív töltet az, hogy azt mondják, hogy hála Istennek újra van Nyíregyházának egy jó női röplabda csapata. És ez tényleg azért ad ilyenkor sok erőt, mert nyilván el vagyunk keseredve, mert mi is meg szerettük volna nyerni ezt a mérkőzést. De hát tényleg most a jó Isten se így akarja, meg úgy tűnik tényleg a nüanszoknál egy kicsit megremegnek a kezek. De hát el kell sajnos ismerni, hogy ez a Vasas azért nem egy rossz csapat, tehát nem véletlenül jutottak el a döntőbe, és nem véletlenül voltak ilyen dominánsak az egész bajnokságban. De ennek ellenére tényleg a mérkőzés után is én azt mondtam a lányoknak, hogy büszke vagyok, szépen küzdöttek, tehát az a minimális elvárás, amit én megfogalmaztam évelején, és amit mi a szurkolók felé is kommunikáltunk, hogy mi minden mérkőzésen meg fogunk halni, és beleteszünk mindent, ez most is megtörtént. Még egyszer mondom, sajnos bizonyos rutintalanságok miatt nem tudtuk befejezni ezt a mérkőzést. Neked mennyire volt nehéz az, hogy nem lettél ott a pálya mellett? Ez egy nagyon rossz élmény volt, hiszen ezekkel a lányokkal azért már lassan 10 hónapja együtt élünk, tehát tényleg minden másodpercben együtt töltjük az időt, tehát rossz, amikor az ember nem tudja. De hát én mondtam is a lányoknak még a mérkőzés előtt, hogy ez a történet nem rólam szól, tehát most az, hogy most az edző idézőjelben ott áll, vagy nem, az másodlagos, hanem tényleg azért mutassák meg, és azért küzdjenek, mert tényleg annyi energiát és fáradtságot bele raktak ebbe a szezonba, hogy magukért küzdjenek, és elsősorban maguknak nyerjék meg ezt a bajnoki aranyérmet. Úgyhogy nekem rossz volt, de hát a lányok a tegnapi mérkőzésből is kiindulva azt láttam, hogy hála Istennek tudták ezt kezelni, tehát nem volt semmi összeomlás, hanem ugyanolyan szépen harcosan tudtak küzdeni, és tényleg a mérkőzés után is azt láttam, hogy nyilván szomorúak voltak, de nem adták még fel ezt a mérkőzést, tehát továbbra is küzdeni fogunk. Két naponta követik egymást, egy csak sok csodát ilyenkor már nem lehet tenni, mégis mi az a szegmens, amely egy picit tudtok emelni a fordulatszámon, és esetlegesen egy idegenbeli győzelemhez vezethet. Két naponta játszunk, ilyenkor már szinte hatalmas taktikai változtatásokat nem lehet. Elsősorban mentálisan kell. Tényleg ezeket az utolsó pontokat kéne még egy kicsit precízebben megjátszani, és még egy kicsit nagyobb hittel. De hát el kell ismerni, hogy az ellenfélnél egy csodálatos föladó van. Ez a 32 éves brazil hölgy a legnehezebb időszakukban is össze tudja szedni a csapatát. Sokszor már tényleg az látszik az ellenfél négyesütőjén, hogy fáradtak, és már néha talán azt is mondhatnánk, hogy hitelhagyottak, de mégis ez a brazil hölgy össze tudja kaparni a játékos társait. Úgyhogy úgy érzem, hogy most elsődlegesen a túloldalon a feladót kell legyőzni. Sorozatban 7. meccsé maradt veretlen a Nyíregyháza Spartacus, miután az MD2 33. fordulójában lejátszott mérkőzésen 0-0-ás döntetlent játszott a Tiszakécske otthonában.
Mi voltunk azok, akik többet domináltak, mi voltunk azok, akik többet próbáltak előre játékba többet, több helyzetet kialakítani. Ki is alakítottunk, sajnos mondom, ezekből a helyzetekből nem tudtunk olyan helyzetet kialakítani, ami 100%-os, de azt mondom, ott voltak a lehetőségek erre. Mondom, erre még dolgozunk kell. Kulcs ebben az egészben meg fontos, hogy a csapat stabilan védekezik, szervezeten védekezik, fegyelem van a pályán, mindenki a saját poszton próbálja megoldani a feladatot, és ebből próbálunk építkezni. Azt mondom, hogy a pont mint pont idegenben nem rossz, de a másik oldalon, ha nézzük, olyan állapotban találtuk most a Tiszakécskit, amit azt mondom, hogy lehetett volna ezt elcsípni még extra két ponttal. Minden pontot kell tisztelni, minden pontot kell becsülni. A végén úgy is majd kiderül, hogy milyen és mekkora értékű ez a pont, de mondom, arra a játékra, amire kell még odafigyelnünk, meg javítani, az az előrejáték. A legutóbbi 7 meccsen 4 győzelem, 3 döntetlen, amire úgy, hogy 6 meccsen gól sem kapott a csapat. Van, amiért egy picit hiányérzet, hogy nem sikerült nagyobbat ugrani előre a tabellán? Hát azt mondom, hogy mindig lehet belenézni a meccsekbe, mondom, a Budafoki meccs 2-1, vége fele jártunk a meccsnek, ott lehetett volna elcsípni két pontot, akkor lehetett most is a Tiszakécskén elcsípni még két pontot. Még egyszer mondom, nagyon fontos az, hogy tiszta lapokkal sok meccset játszunk úgy, hogy nem kapunk gólt, abból indulunk, hogy ez nagyon fontos, hogy zárjuk le az utakat a saját kapu felénk elsősorban, hogy az ellenfel ott ne tudjon a nagy helyzetet kialakítani és olyan nyomást követni és tenni ránk. A másik oldalról megpróbáljuk minél jobban megerősíteni a játékot előre. Tisztában vagyunk abban, hogy rövidek vagyunk az előre játékban, úgyhogy nincs most a Gyurján is kiesett sérülés miatt. Tisztában vagyunk, hogy ott még játékban is kell erősíteni, de azt mondom, a játékos állományosan is kell a jövőbe gondolkozni, hogy ott erősebbek legyünk. 5 meccs van még hátra ebben a szezonban, a következő a Balmazújváros elleni hazai meccs. Milyen mérkőzésre lehet számítani, hiszen a Balmazújváros is veszélyes zónában van? Hát ezek most mondom, abban a kategóriában vannak, a két kategóriában a felsőház, aki próbálja ott fönntartani magát, és tudjuk, hogy az utolsó meccs a Gyirmoti meccs, és Balmazújváros a másik oldalon van, aki kieső zónában van, és ott tartózkodik ebben a pillanatban. Ezek a meccsek nagyon veszélyesek, nagyon oda kell figyelni, le kell zárni az utakat, le kell zárni a játékot, nem szabad megengedni ellenfélnek, hogy lendületbe kerüljön. Tudjuk, hogy a veszély van minden csapatnál, minden csapatnál van 11 játékos a pályán, és abból van 2-3 vagy 4 játékos, akiben van több potenciál, oda kell figyelni, nem szabad megengedni nekik, hogy felpörögjenek, nem szabad megengedni, hogy ne helyzetbe kerüljenek. Ha ezt megcsináljuk, és ezt kézbe tartsuk, akkor mindenféleképpen előre játékban majd kell többet számítani, hogy akkor bátrabbak leszünk, és gólokat fogunk rúgni. A legutóbbi 7 meccsen veretlen maradt a csapat, úgyhogy 6 gólt sem kapott. Védőként mennyire vagy elégedett ezzel? Azt gondolom, hogy az, hogy sikerült sok meccset lehoznunk, ugye kapott gól nélkül, az mutatja, hogy a csapat jól tud védekezni. Egységesek vagyunk védekezésben, ez pozitív, ez mindennek az alapja, de azért a labdabirtoklásban és a támadás építésekben van mit előrelépnünk, azt gondolom. Egy ilyen sorozatra egy picit feljebb is lehetne a csapat a tabellán, ugyanak a 10. helyen álltok, emiatt van hiányérzet a játékosokban? Igen, van hiányérzet, főleg ugye a bajnokság elejét kezdtük azért rosszabbul, ott azt gondolom, hogy 10 meccs elment, aminek ugye most isszuk meg egy picit a levét. A játék képe alapján azt gondolom, hogy ez a realitás egyelőre. Fejlődnünk kell, jobb játékot kell mutatnunk összességében mezőnyben ahhoz, hogy előrébb lépjünk a tabellán is. Nagyon sokat előre sem lehet már lépni, nagyon sokat hátrafelé sem lehet már csúszni. Mennyire nehéz ilyenkor motiválni a játékosokat, ugye 5 forduló van még hátra, viszont az ellenfelek többségének még nagyon fontosak lesznek ezek a meccsek. Mindig a soron következő meccsre koncentrálunk, szeretnénk lépésről lépésre fejlődni és javítani a játékunkon. Úgyhogy a motivációt azt gondolom, hogy azt nem nehéz megtalálni. Szeretnénk minél feljebb végezni a tabellán és megvédeni úgymond a becsületünket. Én bízom benne, hogy a hátralévő meccseken jó eredményeket tudunk elérni, és egy kicsit előrébb fogunk végezni a bajnokságban.
A 33. forduló további eredményei a következők: Budafok Kaposvár 0-1, Balmazújváros Békés Csaba 0-1, Vác Eto FC Győr 3-1, Dorog Csákvár 1-0, Soroksár Siófok 2-6, Kazincz Balcika Monor 0-3, Mosonmagyaróvár Zalaegerszeg 1-1, Budaörs Cegléd 1-0 és Gyirmót Vasas 0-1. A tabella élén a 70 pontos Zalaegerszeg áll, megelőzve a 60 pontos Gyirmótot és az 59 pontos Kaposvárt. A Nyíregyháza Spartakusz 46 ponttal a 10. helyen várja a Balmazújváros 15 órakor kezdődő vasárnapi vendégjátékát. Nem az a cél, hogy mindenkiből élversenyző legyen, hanem az, hogy minden fiatal sportoljon, mozogjon, mondta Vladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke. A korábbi olimpiai bajnok legalább 3 érmet vár az úszóktól a tokiói olimpián. Számos programunk van, a Minden gyerek tanulj megúszni, ebbe 96 ezer gyerek vesz részt évente a Magyar Úszószövetség tagszervezete alatt. A aranyelvényesek, a jövő bajnokai, a Heraklész, ifi válogatott, felnőtt válogatott. Egy jó fölépített piramisrendszer mentén megyünk. Szerintem ezek a programok jól működnek. Megadjuk mindazt a támogatást, ami szükséges ahhoz, hogy ne csak a jelen, hanem a jövőnk is sikeres legyen. Az erőforrásainkat mi Magyar Úszószövetség is koncentrálni kell. Tehát nagyon nem tudjuk szélesíteni a rövid távon. Már úgy értem, hogy a leigazolt több mint 5000 versenyzőről beszélek, nem tudjuk szélesíteni. A meglévő versenyzőket kell olyan kondíciókkal ellátni, hogy valóban tudjuk folytatni azt az elmúlt 110 év sikersorozatát, ami már be van írva abba a bizonyos nagykönyvbe. A Minden gyerek tanulja meg úszni, az nekünk egy kiemelt programunk, és viszonylag szerény összeggel támogatja a Magyar Úszószövetség ezt a programot. Viszont ezt a tanúszoda programot szeretnék még inkább kibontani. Mi Magyar Úszószövetség egy olyan anyagon dolgozunk, a Minden gyerek tanulja meg úszni, a nagy program, országos program, ami arról szól, hogy az ország akár legeldugottabb csücskébe is legyen egy ilyen, vagy ehhez hasonló tanúszoda. Szerintem ez egy professzionális, versenyképes jó munka. Ennek az átdolgozása folyamatban van. Mi azt szeretnénk, és szakmailag is ez lenne az indokolt, logisztikailag, oktatás ügyileg és mások más szempontból is, hogyha ezt a programot óvodás felső csoporttól lehetne elkezdeni, és akkor a második osztály végére azt mondhatjuk, hogy minden gyerek 200 métert le tud úszni. Ez annál is inkább fontosabb, mert 17 első fél évben a statisztika szerint több gyerek fulladt vízbe, mint 16 egész évben, vagy akár mondhatnám Európában, hogy 27 ezer vízbe fulladásos eset volt, és hát ezek számok, most csak beszélünk, de mégis mindegyik mögött egy nagy tragédia van. Gyerekek először megtanulnak úszni, aztán a tehetségesebbek versenyzőként folytatják, és felállhatnak esetleg, mint ön is, egy olimpiai dobogó tetejére. Közeledik Tokió, az úszás sikersportág, ilyenkor már számolgattak a szurkolók, bár még van jó néhány hónap hátra az olimpiák, de gondolom azért a szövetségben már kalkulálnak. Nem az a cél azért, hogy mindenkiből vagy sokakból élversenyző legyen, hanem az a cél, hogy mindenki válassza a mozgást. Az úszásról nem beszélek, talán csak egyet, hogy életünk első 9 hónapját is vízben kezdtük, az anyamében, és aztán pancsoltunk apukával, anyukával a fürdőkádba. Ezek lehet, hogy ilyen buta megnyilvánulás a gondolatok, de tehát igaz. És az emberi testnek, az emberi mozgásnak a legközelebb az úszással is, nem azért, hogy nagyon népszerűsítsem, de hát ez tény, és nem is azt mondom, hogy az a cél ezzel, hogy feltétlen csak a tehetség kiválasztásra koncentráljunk. Az is jön egyébként, mert ha vannak mesteredzők, jószemű oktatók, ki fogják választani. Én nem vagyok azért olyan szakember, mint a szövetségi kapitányaink, tehát nem is szeretnék nagyon jóslatokba bocsátkozni, de ha mégis, akkor azt mondom, hogy 2-23 érem egy vagy két versenyzőtől. Inkább az utóbbi. 3 érem két versenyzőtől. 56 válogatott versenyzőnk van, ifi és felnőtt válogatott versenyzőnk van. Ők megkapják mindazt a lehetőséget, ami a felkészüléshez kell. Meleg égő edzőtábort
hazai versenyeket, külföldi versenyeket, világkupa. Ugye most ebben az évben 4 nagy világversenyt rendez, relatíve nagy világversenyt rendez Budapest, a Champion Swim Series új kezdeményezés, május 17-18, az követően lesz egy balatonfüredi nyíltvízi világkupánk, egy junior világbajnokság, és majd ősszel pedig egy medencés világkupánk. Tehát, hogy ezeket a lehetőségeket megkapják a felkészülésben résztvevő úszók. A hétvégén rajta van a szabadtéri atlétikai szezon. A különböző válogatott keretekben 18-an képviselik a nyíregyházi színeket, közülük Bakosi Péter, Helebrant Máté és Szikszai Róbert tagja az olimpiai keretnek is. A szezon az csak most indul, de hát a szezon felkészülését már régen elkezdték az atlétáink, először fedett pályán, most pedig ugye a szabadtéri idényre készülnek. Nagy elvárásaink és nagyon nagy várományosai valóban az atléták a következő év olimpiájának. Nagyon bízunk benne a sportcentrum részéről, hogy nem csak egy, hanem több versenyzőnk is kvalifikál a következő évi olimpiára. Természetesen ennek arra alapozzuk ezt a dolgot, mert a világbajnoki szereplésre már van kvalifikációs lehetőségünk Helebrant Máté személyébe, és hát a Szikszai Robi és a Bakosi Petinek is komoly lehetősége van, jó formában vannak, és mi bízunk abban, hogy a következő évben ez sikerrel fog járni. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum építése sokakat érint, leginkább talán dobó atlétákat, hiszen ők az NVSC pályán edzettek, most hol tudnak készülni? Dilemában voltunk, mert ugye az NYSC pályát el kellett hagyni az építkezés miatt, ami még igaz nem indult el, de nagyon komoly folyamatok vannak már annak érdekében, hogy ez a beruházás elinduljon. Összedugtuk a fejünket, és a legideálisabb és a legkézenfekvőbb dolognak, a Veselényi iskolának az udvarát láttuk arra, hogy kialakítsunk ott egy dobócentrumot. Természetesen egy nagyon jó kapcsolat révén, és ezúton szeretnénk megköszönni az intézménynek azt, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy a dobóatlétáink maximális erőbedvással tudjanak készülni. Ott alakítottuk ki a konditermet, és én azt gondolom, hogy tényleg nagyon jó és ideális körülmények között tudnak készülni. Az elmúlt években a nyíregyházi atléták a nemzetközi hazai szereplésre elég magasra rakták a mércét. Meg lehet-e ugrani ezt a magasságot a májusban kezdődő szabadtéri szezonban? Nagyon bízom benne, hogy igen. Ami még nehézséget okoz a versenyzőinknek, hogy igen hosszú versenyszezonra számítanak, vagy számítunk, hiszen májusban elkezdünk, már május 4-én, 5-én a fiatalabbakkal, és egészen október elejéig tart a versenyszezon a világbajnoksággal befejezve. Azért is ilyen hosszú a versenynaptár, amit a Magyar Atlétikai Szövetség elkészített, hogy azok a versenyzők, akik a nemzetközi versenyeken induljanak, azok a legfontosabb versenyeken kerüljenek formába, és a kisebb versenyek, idézőjelben a bajnokságok, azok sok esetben felkészülést szolgálják majd a nemzetközi versenyekre. Bakosi Péter, Helebrant Máté és Szikszai Róbert személyében 3 olimpiai kerettag is van a nyíregyházi színekben. Megkapnak-e minden támogatást, akár hazai, akár a hazai szövetség részéről ahhoz, hogy tökéletesen fel tudjanak készülni, hiszen ne felejtsük el, ez az év már olimpiai kvalifikációs év is. Igen, természetesen. A Magyar Atlétikai Szövetség továbbra is támogatja egyrészt a szakosztályunkat, másrészt pedig ezeket a versenyzőket külön, tehát finanszírozza az edzőtábori részvételüket és a nemzetközi versenyekre való kiutazásaikat. És hát mi is megteszünk mindent azért, hogy ezek a versenyzők jól felkészüljenek. A dobók most vannak például edzőtáborban, Horvátországban, gyaloglók szintén Horvátországban, illetve Portugáliában készültek föl. És hát Peti pedig Németországban készült, és fog készülni még az elkövetkező időszakban.
amelynek ezeknek a táboroknak, illetve a versenyeknek a finanszírozása részben a Magyar Atlétikai Szövetség, részben pedig a Nyíregyházi Sportcentrum költségvetéséből megy. Az év fő verseny a világbajnokság, de lesz univerziádé, lesznek korosztályos Európa-bajnokságok, lesz Európa játékok Minskben. Lehet-e ott mindegyik verseny nyíregyházi atléta? Igen, a keretben, amit a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai vezetése elkészített, ebben a keretben vannak nyíregyházi versenyzők. Az említett három versenyzőnk kívül még Kerekes Dóra, Zsiga Kinga, Tasi T. Dávid és Tóth Balázs, akik szerepelnek a listán, és hát bízom benne, hogy ők ott is lesznek, hiszen a saját korosztályukban és versenyszámukban a legjobbak közé tartoznak. Az elmúlt években a csapatbajnokságban is jól szerepelt a nyíregyházi együttes, közösen debreceniek egy vegyes csapatot alkotva, most ugyanígy indultak-e? Igen, már a nevezés, előzetes nevezés megtörtént, tehát Debrecennel együtt indulunk, és hát nagy küzdelemre számítunk, egyrészt a Honvéddal, másrészt pedig az MTK-val, mert mindkét egyesület megerősítette magát, és idézőjelben felvásárolt versenyzőket. Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy saját nevelésű versenyzőkkel induljunk, és hát a debreceni versenyzők is tulajdonképpen Debrecenben kezdték, és ott folytatják a pályafutásukat. Nehéz lesz, de szeretnénk a dobogó valamelyik fokán ott lenni majd Székesfehérváron, ahol a döntő lesz. Hazai pályán szenvedett vereséget a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttes a Zajkától kapott ki 86-50-re. Amikor bejöttek a terembe, és láttuk, hogy nem csak azok a lányok játszanak, akik eddig ugye az előző meccsen ott voltak, hanem még ugye a Székely Horvás Zsuzsi is beszállt ebbe a körbe, akkor aztán teljes mértékben, tehát se magasságban, se tömegben, se rutinban, tehát semmiben nem igazán tudtuk fölvenni a küzdelmet. Ettől függetlenül voltak nagyon szép támadásaink, sőt néha még olyan védekezésünk, sőt még blokkot is sikerült kiosztanunk egyet-kettőt. Megpróbáltunk védekezést váltani, megpróbáltunk más szerkezetben játszani, tehát is igazából, amit lehetett, mindent kipróbáltunk. Tehát sokkal jobb volt ez a csapat, kár is azt ragozni jobbról-balról. Hát az első percre kezdve nem volt esünk arra, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. Itt annyi volt a kérdés csak, hogy végül is a végén a különbség az mekkora lesz. Én úgy gondolom, hogy azért a lányok tisztességesen hajtáltak ezen a mérkőzésen. A hétvégén egy pécsi túra következik, két meccsel a két pécsi csapat ellen, egy győzelemre minden bizonnyal szükség lenne a biztos bemaradáshoz. Milyen esély van erre? Hogyha hazai pályán játszanánk, akkor nagyobbak lennének az esélyeink. Hát ugye a Pink az már befejezte az NB1-át, tehát azt jelenti, hogy az ott lévő játékosok 99%-ában biztos, hogy játszani fognak az előtt lévő mérkőzésen. A Peacnál ugye ott azok a játékosok, akik játszanak a B-be, ők is igazából nem töltenek olyan sok percet a pályán, sőt ugye kérték is, hogy előbb játsszuk a mérkőzést, valószínűleg pontosan azért, hogy ezek a játékosok ellenünk még pályára tudjanak lépni. Megmondom őszintén, hogy és ráadásul ugye junior sorra tudunk elutazni, mert az idősebb játékosok nem tudják vállalni ezt a kétnapos túrát. Tehát most ha jó mérkőzéseket játszunk, és esetleg olyan jó napot fogunk ki, hogy azok a játék elemek, amiket gyakoroltunk, és a dobás biztonságunk az jó lesz, akkor talán az egyik pécsi csapatot meg tudjuk venni. De hát ez egy ilyen remény. Ennyi fért a mai sportszeletben. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.